Köszöntök mindenkit! Ilyenkor ősszel célszerű a leérett málna töveket kivágni. Igazából tavasszal is megcsinálhatnánk, de ilyenkor ősszel nagyon jó meg lehet különböztetni az elérett, tehát a letermett töveket, illetve az új fajtásokat. Ugye, amelyik már letermett, teljesen ki van száradva, az újak pedig még viszonylag szép ilyen barna-pirosás színűek. A meccés után célszerű rögtön a tápanyag utánpótlást is elvégezni. Én ide készítettem az anyagokat, lesz műtrágya, hamu, egy kis szerves trágya, és utána még majd a talajt be is fogjuk borítani, tehát mulcsozni fogjuk. És akkor álljunk neki, célszerű kesztyűt használni, ugye, mert a málna tő az tele van apró kis tüskével. Tehát itt jól látszik, ezt természetesen majd tőből kell kivágni, csak hogy hozzáférjek, először levágom. Tehát egészen tőből itt jól látszik, ez egy leszáradt, eltermett ág, ezt kivágjuk, ezeket. Sőt, ugye itt ezek kordonban vannak, és látszik, hogy ez a három tő, ez kordonon kívül van, tehát ezek bár nagyon szép tövek, de útban vannak, tehát ezeket is levágom. De jól látszik azért, hogy ez most egyelőre egy igen nagy dzsungel, tehát ezekre nincs szükség, a mellette lévő fát is zavar. És akkor itt van ugye elvileg ez a tő, és akkor már ennek neki is lehet állni, tehát ez egy letermet, tehát próbáljunk a talajhoz lehetőleg a legközelebb levágni, és akkor kiszedni. Hát igazság szerint még el is a kordonon kívül van, de majd hozzá fogom tudni a támrendszerhez kötözni, tehát ezeket még itt meg lehet hagyni. Tehát ezzel eltávolítottam erről a tőről, és akkor maradt nagyon szép négy kis vesztő. Ezeket itt most rögtön össze is fogom tudni kötni, és akkor könnyebben tudom kezelni, tehát egy ilyen kis rafiával összekötöm, és majd a végén ezt, mivel mondtam, kint van, akkor hozzá kötöm majd az oszlophoz. Tehát ezzel ennek a meccése megtörtént, és akkor van egy kis kapa, azzal a talajt itt meglazítjuk, a vaszt esetleg ugye itt ki lehet húzni, és akkor a tápanyag utánpótlásnál, ugye, ha nekem maradt tavalyról egy kis foszfor-kálium, azzal a tövet megszórjuk, így ugyancsak használhatunk egy kis fahamut, szintén így a tő köré odaszórjuk, ez tél folyamán szépen be fog mosódni, és hogyha lehetőség van, ugye akkor ez egy kis szerves trágya, istálló trágya is, a tő köré tesszük, és a legvégén ezt be tudjuk mulcsozni, akkor az a gazd vissza fogja szorítani, és ezzel az egy tővel készen vagyunk, és akkor így az egész sorba kivágjuk és megcsináljuk a meccést. Elkészültem tehát az első ágyással, megvolt tehát a meccése, a trágyázása és utána a mulcsozása. Ez körülbelül egy 1 méter széles és 5 méter hosszú ágyás. Célszerű ugye megnézni, hogy mellette lévő ágyással még nem végeztem, tehát így néz ki egy olyan ágyás, ami még a meccés előtt van. Tehát ugye lehet látni, hogy egy dzsungel és tele van a száraz ágakkal, és utána, ha megnézzük, ugye mellette lévő, tehát szépen áttekinthető, és tulajdonképpen hát nagyjából így kell kinézni. Érdemes még azt megnézni, hogy erről az 5 négyzetméterről ugye annyi ágat, egy hatalmas nagy halomágat kellett levágni, ebbe az elszáradt ágak vannak, ugye, és amelyik útba volt, illetve hát nagyjából a gazt is kiszedtem, és utána ezzel a málnával idén már készen vagyunk, majd tavasszal kell a tetejét egy picit megcsípni, arról már készült is videó, tehát ott azt majd meg lehet tekinteni. Köszönöm szépen a figyelmet! Még több videóért iratkozz fel a csatornámra. Ha tetszett, akkor lájkold,
Írd meg kommentben a véleményedet, és azt is, hogy milyen témáról forgassak videót.